Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás. Ennél a jóslásnál megnézzük az ő gondolatait és terveit. Megnézzük azt is, hogy hogyan érzi magát és mit fog tenni. A gondolatait középen látjuk, mégpedig itt alul és felül. Ő a kezében tartja ezt az arany érmét, mint egy király, nagyon-nagyon magabiztos, és gondoskodik a jólétről, a bevételről, az anyagiakról, de a munkahelyén is szeretné elfoglalni a helyét, mint egy király. Sőt, ő úgy gondolja, uralkodni fog a helyzet felett. Amit a kezében ez az érem még jelent, ezek az elismerések. Elvárja azt is, hogy tőled megkapja az elismerést, hiszen olyan a tartása, mint egy király. Amit még ez az érem jelent, a föld elemét. És a föld eleménél mindig reális dolgokról van szó. Tehát a terveit ő meg akarja valósítani. És itt látható ez a kehely, vagy az övé, vagy a tiéd. Ha az övé, akkor vannak érzelmek a részéről, megvan ez a belső forrás, az intuíció, és érzelmekkel közeledik hozzád, de mielőtt lépéseket tenne, úgy figyeli a dolgokat, nem fog elsietni semmit. A kehely lehet a tiéd is, és ő, mint egy büszke király, vár arra, hogy te nyújtsd át ezt a kelyhet, és mutasd ki az érzelmeidet. És hogyan érzi magát, az itt látható bal oldalon. A kezében vannak az érmék. Itt olyan, mint egy király. Ezt kifele így mutatja. De belülről, ami az érzelmeit illeti, még vacilál. Tegyem, vagy ne tegyem, az is lehet, hogy van két ajánlat, ami a munkát illeti, és nehezen hoz döntéseket. De meg fogja tenni, mert itt van a bot a kezében, és jelenti a tűz elemét. A tűz eleme az mindig aktív, és érezhető az is, hogy abba az irányba fog tekinteni, ami lelkesíti őt. Nem csak ami a munkahelyét illeti, hanem ami a párkapcsolatotokat illeti, hiszen itt a 10-es szám jelent egy új kezdetet. Amikor egy új periódus kezdődik köztetek. Itt a kelyhek utalnak az érzelmekre, az övére is, a tiédre is. És itt látható a képen, hogy átölel téged, hiszen szeret téged. És hogy mutatja ezt ki? Mit fog tenni, az itt látható. Ezen a képen még érezhető egy átmeneti időszak, de azért útban van hozzád. Az egyik partot elhagyjátok, ez a múlt. Eveztek egy új part fele, ez a jövő, de még nem érkeztetek meg. Itt megjelenik olyan sikeresen, és elvárja azt, hogy te is felnézz rá, hogy nálad is sikerei legyenek. És itt a nap láthatóvá tesz bizonyos dolgokat, sőt, téged is, hiszen ő látni akar téged, és akar veled tisztázni valamit. Megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol le tud horgonyozni. Számára fontos egy biztos párkapcsolat, vagy egy stabil helyzet. Ez lehet a lakhely, lehet az anyagi, vagy a munkahelyi viszonya is.
Itt a gyermek jelenteti a gyermekeket is, vagy gyermekekkel dolgozik, mint tanár például. Amit a gyermek még jelenthet, ezek a tiszta gondolatok, hiszen itt a gondolatairól van szó. Vagy töpreng azon, melyik irányba kellene tekintenie, mert szeretne egy új kezdetet. Nem csak a párkapcsolatban, hanem a munkát illetően is. A gyermek az jelentheti az ártatlanságot is. Itt lesz egy új kezdet, hiszen aktív lesz. Itt a könyv jelenthet tudást, vagy továbbképzést. De jelentheti az ő zárkózottságát is, hogy kezdetben még nem beszél nyitottan arra, hogy milyen változások vannak nála. Itt látható a szerelem kettőtök között és egy új kezdet mély érzelmekkel, de itt van a háttérben ez a ravasz róka, hogy valaki figyelget benneteket, és nem akarja azt, hogy legyen közeledés, nem akarja azt, hogy együtt legyetek, vagy féltékeny, vagy irigy rátok. Itt még kicsit vacillál, különösen ami az anyagiakat vagy a munkahelyet illeti, kell a belső egyensúly, vagy ki kell egyensúlyoznia a dolgokat, de meg lesz itt majd a könnyűség, meg a beszélgetések. Itt a ravasz róka tényleg lehet egy hamis személy, vagy egy nő, vagy egy férfi a háttérben, aki figyelget benneteket, de lehetnek negatív érzelmek is, mint például félelmek vagy bizonytalanságok. Itt látható ez az átmeneti időszak, meg azt is jelenti a kép, hogy a múltat lezárta, közeledik hozzád, és ez a hölgy téged szimbolizál. Tehát útban van hozzád, mert fontos vagy számára. Itt a ház lehet a te otthonod, ami itt is látható, és ő közeledik hozzád, útban van hozzád, meg akar látogatni téged. Ami a jövőt illeti itt az új partot, az lehet egy közös otthon kiépítése, vagy vannak közös tervek, amit meg akar valósítani. Itt a koporsó lehet egy örökösödési ügy is, vagy ha itt a házról van szó, egy régebbi típusú ház, amit a koporsó még jelent, ezek a régi témák, amit ő lezár. Elhagyja a régi partot, és evez egy új part felé. És az ő jelenlegi helyzete, itt a kutya látható, ez utalhat háziállatokra is, vagy a barátságokra, és lehet, hogy itt van hamis barátság. A kutya jelentheti a hűséget is. Az is lehet, hogy van egy hamis személy, hazudik, és azt mondja neked, ne bízz meg benne, mert ez a férfi nem hűséges. De nem kell adni ezekre a szavakra, hiszen látható a hamisság. Lehet, hogy valaki téged rossz irányba akar terelni. És a te jelenlegi helyzeted. Bízd meg a sors utakban, hogy a sors utatok kereszteződik, lesz egy találkozás, lesznek döntések, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez,
és elgondolkoztuk azon, hogyan tovább, milyen irányba, tehát fontos döntésekről lesz szó, ami itt is látható. Elhagyjátok az egyik partot, eveztek egy új part felé. És ez volt az általános jóslás. Természetesen megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. Védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Megemlíteném azt is, hogy mindig így hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom, és mindig vannak benne akciós jóslások, e-mailen keresztül megrendelhető. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!